I'm ready. Let her in. Nyithatjuk? Hello. Surprise! Peter, what are you two? No! Don't believe it, Peter. This isn't real. She's being tricked. She never should have been here. Oh. What she saw. I don't know how, but the three of us are connected now. That thing has her, but she can still be saved. She has to accept my death. She must. Show her how to let me go. Free my daughter. Save her. Please! Oh. Child! Get the matriarch out of here! Now! Elviszik innen. By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy. And you must be destroyed. Akkor lőjük. Na, a kapitányt a világban mennyit ér egy ember érte? Igen, én is hallottam, hogy a Squid Game egyébként rendkívül provokatív. Ilyen tekintetben. Megszórjuk. Igen. Remolian, akkor viszont nem csodálom, hogy ilyen népszerű a sorozat, mert akkor rendkívüli módon tabu döntögető. Tehát akkor olyan dolgokat mond ki, gondolom ez a sorozat, ami sok mindenkinek a lelkét nyomja. Rendező ki is készült, azt én is olvastam az IGN-em. Nem is biztos, hogy a rendező, hanem az executive producer, talán. Bár most nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy a rendező. What is that? Holy shit! Azokat! Gomora, üsd le! Majd én adok neki. Bye bye! Te jó ég. Szeretnék én egyébként... találni egy kis HP, de nem fog tudni. Ez az. Óriási AOE. Na, hogy szedjük fel. Megvan. Free rocket. Ne! Peter, help!
What's the opposite of shield? Let's do that to him. Próbálnék ezekből HP-t kiszedni valahogy. Az mi van? Szedjük fel. Őt szedjük ki innen. Jó. Az csap le? Gomora. Úgy. Így van. Próbálom. Őt kéne leszedegetni. Mert le lehet menni a szélére, és én meg is haltam. Kakegurui anime, az nekem nem ismerős egyáltalán. Érdekes. Nem. Bocsánat. Így van. Úgy látom, hogy heal-el az mindenkit egyébként. Szedjük ki! Szedjük ki! Azaz, ki tudtam végezni. Ez megvan. Ez is megvan. Kill a flanchip. Azaz. Azaz. Őt kéne elkapni amúgy. Megvan. Megvan. Elvileg a Grootot pedig valaki fogva tartja. Jó, ez megvan. Most már püfföljük rendesen. Ott egy opportunity! Bang! Rakit! Jó. Dead. Én dead. Legalizált emberkereste. Akkor az is kemény egyébként. Volt közös a rendes tanítás, saját szerencsé játék össze. Jézusom. Ilyen van Remolian, ezt még nem is hallottam ezt a... De amúgy jónak hangzik tényleg. Remolian, ez jónak hangzik. Ezt én is meg fogom nézni egyébként, stream után rá fogok keresni. Ezek vajon nekem hogy maradnak ki?
Perhaps we should just ask them for a ship. Holy shit. Perhaps these stairs lead to the light. No, but they're gonna lead us to the exit. Jó, itt vagyunk az exitnél. És ez micsoda? Futás! Hogy néz ki ez a játék, srácok? Cikcak! Jump! És Rakita elsőnek leugrik. Oké. Okay. Ezt nem lehetne lelőni? That's bad. That's very bad. We need an exit. There ain't one. Then make one. Well, use your head. I'm thinking. Use the thing attached to your head. Ezt ki lehetne törni. Üst ki. Why? Because we're about to die. Bang. Szuper. Mehetünk. Akkor megfagyasztjuk. Maybe I wasn't clear. That's a pool of instant death. És meg lehet fagyasztani vajon? Drax, man, everything okay? Ez hülye. Okay, so maybe it ain't warp drive coolant. Akkor mégsem instant death. Ez pedig nem fagyasztja meg. Vajon nézzük. That's tingly. Azt mondja, instant death. Raker did something to her. This is his... No, the Grand Unifier sent Lictor drones into the lower halls. The heretics would have been defeated by them. Scott Halls? Scott Halls? Yeah, maybe. But if we are lost, at least they can't find us. We're screwed. We're lost and we're screwed. I just need to get my bearings. I ain't never been on a ship this big. Trust your instincts. Hát ez ok. Little one. Ezt? That's better than abomination. Ezt a dobozt? You are a silly little thing. Ez Drax ide tudná tenni. I can do more than handle it. Tedd ide, Drax. Understood. Ott van alatta egy crafting. Komponens. És itt én fel tudok jönni ide. Méghozzá itt egy outfit. Nézzük csak. Bedlord outfit found. Nem, ez nem az én stílusom. Jó, nem, tehát nem mondom, hogy szar, de... Nem az én stílusom. Jó. Hopp. Sure the passport still did. Scott, what are they doing? Blocking our way forward. Hát azonnal lőnek. You two know the way out, right? I do now. There's Gubbins. Ott van az a cucc. Gubbins? Watch this. He's gonna take us to the comm center. Ó, és akkor mivel sikerült Rakétnak meghackelnie, látjátok? Ezért ő meg fogja mutatni nekünk az utat. Okay, we got this. Gránát. Gomora. Nyisz. Paket. Ó. Itt ilyen sokan vagytok. Köded. Jó, mehetsz rá, Drax. Üssz szét, nagyon jó. Gomora, please, egy hullám. Szuper. És Bank. Gyere csak, Bank, Bank. Oda egy gránát. Szuper.
battle could be over, traitor, if you would leave the bludgeoning to me. Not my fault you're slower than my sword. You're both slow. 50 units as me and Groot can mow them all down without you. I am Groot. I hear you. And no matter what happens, we do not retreat. No one mentioned anything about retreating, Peter Quill. Precisely. We're the Guardians. We live to fight. Being on that field, chasing prey, fighting to live another day, isn't that what we do best? Who's with me? That was kind of wishful words. Hát ez nem jött össze, nem baj. Does anyone hear that? The drone is singing. Super. All I hear is the sound of church creeps getting whipped. Egyébként ő csak jönni kéne itt utána? Vajon? Aha, lehet, hogy csak menekülni kéne. Már hogy az Infinity Fight konkrétan. Gomorának nagyon menő. De a kedvencem az Rakité. Az öltöny és napszemüveg. Ezt kilőtte szét. Valaki szétlőtte a kis robotot. Hát ez gyönyörű. Hm. Innentől kezdve fogalmunk sem lesz. Get across that gap. Flark, we got a bigger problem. Drone's back. Quill, find us a way up to that catwalk before we're extra crispy. Peter, tell me you've got an idea here. Just hang on. Everything oh, okay. Fine. They will never reach Katak. What? Ki kéne találnom valamit? Drax. De gyorsan. Uh-oh. Nem volt már idő. Volt a Dead Space-ben is ilyen, igen, meg a Senua Sacrifice-ben is volt ilyen Infinity Fight, aminek soha nem lesz vége. Ez is gyönyörű volt. A szétlövik. Hm. Jó, akkor ezt most egy kicsit gyorsabban csináljuk. És akkor Drax rossz irányba fogja kilökni. Drax, gyerünk. Gyerünk. És azt ott kiüti. És akkor itt mehetünk. Így. Uff. Ott fent van egy collectible. Van új ability point. Nézzük csak meg. Ez még mindig kérdőjeles, érdekes. Hmm. Aha, ez egy nagy stun. Mammoth grab. Single large enemy in place, dealing moderate stagger. Drax shatters the ground, dealing moderate damage to an enemy, and light damage to nearby enemies. Ez jó! Drax-ét ezt megszerezzük, ez jó lesz. Jó. Jó. Készül egy új Star Wars game, de az ilyen nagyon kid game. Igen, igen. Igen, remóliám. Kicsit sajnálom, hogy a Switchnek így a célközönségét ilyen nagyon pici gyermekekben határozzák meg. Pedig nagyon lenne igény egyébként egy akár Switch exkluzív Star Wars game-re is. Ezek mit csinálnak? Vaj. Hey, are you okay? I might as well be back on Half-World. Some of my fellow experiments bought into this kind of scut. The crew
Kree scientists told them we were chosen, and they tailed the snout believed it, even as they were dying. But you didn't. I was one of the smart ones. Me and Lila. Star Wars Hunters a címe. Meg fogom nézni egyébként, még hogyha nagyon, bár ha nagyon-nagyon tiritoli gyerekkeltek, akkor nem. De hogyha esetleg normál felnőtt embernek is való, akkor viszont kíváncsi vagyok rá. Mégiscsak Star Wars. Oda hogy tudnék én feljutni vajon, hogy ezt megszerezzem? Sehogyan? Nem látom, hogy hogyan lehetne oda feljutnom. Akkor ez most itt fog maradni? State of Play-t nézem-e? Megmondom őszintén, hogy szerintem nem. Majd csak megnézem az utána jövő híreket. Nem lesz már időm rá, hogy fent maradjak. Mármint, hogy néztem-e? Bocsánat. Tehát nem maradtam fönt. Nem néztem meg, de a híreket azért követtem. Elmondta a Sony, hogy belső címről nem lesz információk, csak third party címeket fognak mutogatni. Én ezt vártam nagyjából, annyira nem voltam csalódott tőle, de igen, azért tudom, hogy a State of Play-től mindenki nagyon nagy durranást vár. Solo Star Wars-et csinálnék, ott van az ősi Jedi-k, amikor nem volt külön Light, meg Dark Side, Throne felemelkező szólajáték, ezek mind jók lennének Remolian egyébként. Mindenkinek ezerféle ötlete van, hogy milyen jó Star Wars játékot lenne csinálni. A Star Wars egy hatalmas univerzum. A Battlefront, amit csinál az EA, az semmi. Tehát nem hiába döntött úgy a Disney, hogy kiveszi a Disney kezéből, és nyíltá teszi a Star Wars címet, tehát most már csinálhat a Ubisoft is Star Wars játékot, csinálhat majd a BioWare is Star Wars játékot, a Sony is csinálhatja, Microsoft is a belső stúdióival, mindenki hozzányúlhat most már a Star Warshoz, meg kell venni jókat, és Kathleen Kennedy odaadja. Tehát most már nem csak az EA-nek van exkluzív joga ahhoz, hogy Star Wars csináljon, az EA nem tudott élni a lehetőséggel. Semmilyen szinten. Úgyhogy kíváncsi leszek a Ubisoft-os Star Wars-ra, de megmondom őszintén nektek, hogy nekem a Jedi Fallen Order az, ami most így a egyik kedvenc Star Wars játékom lett. Nagyon gyenge alatti volt. Aha, elhiszem Jézuska. Majd megnézem. Little Devil Inside. Aha. Nem tudom. Not now, bud. Remolian például. Tehát ezerféle Star Wars történetet meg lehetne csinálni. Tehát ez a rettenetes mennyiségű lehetőség, amit 2014 óta elpocsékolt az EA Games. És tulajdonképpen sikerült egyetlen egy valamire való értékelhető játékot csinálniuk, ez az EA-nek az óriási szégyene. Tehát szégyen, amit csináltak a Star Wars-szal. Szégyen. Hopp! Azt szétrúgtuk. Ezt itt elverem. Akkor nem. Hajaj! A Lego Star Wars, hát nyilván azokat is lehet szeretni, nem mondom, hogy azok se rosszak egyébként, de például, amit csináltak a Jedi Fallen Order-rel, én azt mondom, hogy az zseniális volt, ezt a történetet lehetne még tenni soha, ez egy gyönyörű szép Star Wars történet volt, egy nagyon-nagyon szép játék. Tehát én azt a játékot nagyon-nagyon szeretem, az egyik kedvenc Star Wars játékom, még a mai napig is. Nagyon-nagyon jó, egy PTSD-s padaván, aki nem lehetett Jedi, mert Anakin Skywalker elárulta a Jediket, és emiatt ő is padavánként maradt, és
átélte, ahogy, ahogy meggyilkolják a Jedi mestert, és a szenvedéseit éljük újra, tehát egy nagyon-nagyon szép Star Wars történet. Tehát hallottam is, akik azt mondták, hogy egy teljesen generic Star Wars sztori az egész, nem az. Nem, nagyon-nagyon szép Star Wars történet volt. Az egyik legszebb talán, amit valaha játszottam. Nem mondom, hogy a legjobb Star Wars játék ever, de nagyon-nagyon jó játék. És szép. Tehát a története nagyon szép. Hát igen, ez a rés így vőkre múlján. Annyi kis konzolt megvettem volna. Azt elverem most már, tehát elég volt. Óriási felüldülés volt a sok iszonyatosan gusztustalan multiplayer Star Wars után. Megmondom, tehát végre egy jó játék. Végre egy jó játék, ráadásul Metroidvania felépítéssel, tehát lehetett látni, hogy vannak lezárt szakaszok a pályán, amire újra vissza lehet térni, meg kell szerezni a képességeidet. Tehát jó volt, nagyon jó volt a játék. És én mai napig is nekem egy nagyon-nagyon jó élmény a Jedi Fallen Order. Mai napig is úgy gondolok rá, hogy az egyik legfantasztikusabb Star Wars játék, amivel játszottam, egy óriási Star Wars élmény. Rocket, do your magic. Yeah, yeah, just let me do it. That must be the comm relay. Hard to get off this heap. So, how long is this gonna take? I'm gonna need your help. Sure. All right, just stand right here. Okay. Perfect. Jól megcsodálhatjuk a karaktereinket. Why are we pretending we did not witness what we witnessed in the ceremonial chamber? Because the promise is an insidious lie. How can you be certain? Because I wanted to believe it, but I knew when I woke up it... We'll all be gone. What did you see? I am Groot. I saw my mom. Life. There's something else there too. A shadow. Yeah, exactly. Whatever it is, it's using the girl. Probably fed her alive her own. Valkyrie. I know she's. Mark it, Scott. Oh. What? That was completely intentional. The Milano's on her way. És ég a... Égett egy kicsit a bajsza. All right, let's split before the Faith Brigade realizes what we did. Where's the Milano supposed to dock? Jó, srácok, innen fogjuk holnap folytatni. Erre a mentésre most rámentek. Srácok, köszönöm szépen a figyelmet. A mait is, mint ahogy azt oly sokszor meg szoktam nektek köszönni, a rengeteg támogatást és figyelmet. Remélem, hogy ugyanannyira élvezitek ezt a végigjátszást, mint én, mert nekem ez borzasztóan átjön, és nagyon bejön, ezért is folytatjuk ezzel a játékkal holnap is. Gears of War-nál, amikor szépen meneteltünk előre 4-5-en, igen, nagyon hasonló hozzá egyébként. Nagyon-nagyon hasonló, én is köszönöm nektek, hogy itt voltatok. New Game Plus-ban, hogy megvan az összes skill, Remorian mindenképpen, én akarom streamelni majd a Fallen Order-t így karácsony előtt, amikor már így lezajlik a nagy őszi hullám, és akkor lesz idő ilyen kisebb játékokra, belenézegetünk majd egy-két ilyen nagyobb játékba, amit én nagyon szeretek, amit szeretnék így kicsit streamelni is meg elővenni. Holnap ne felejtsétek el, hogy péntek van, tehát ez azt jelenti, hogy délután 4 órakor kezdődik a stream, nem pedig a szokásos este 6-kor, tehát délután 4-től fél 8-ig. Holnap nem kezdek előbb, mint ahogy az elmúlt időszakban előbb tudtam kezdeni, tényleg 4 órakor fogok kezdeni, minden valószínűség szerint 2-ig fog dolgozni, és emiatt 4-kor kezdhetem csak a streamet. Oké, srácok, tehát holnap délután 4-kor találkozunk, és kapott egy upgrade-et PS5-re, így van Gabola, pontosan ezt szeretném megnézni, hogy milyen 60 FPS-sel és felhúzott grafikával ez a játék. Szeretném megnézni.
mert én még annó PlayStation 4 Pro-n játszottam vele, ami nem úgy baromi jól ment. Csak ti is tudjátok, hogy hát bizonyos limitációkkal, tehát elmosódott volt a karakter,